boldog vagyok, mert igazából mind a három számomban sikerült egyéni csúcsot úsznom, úgyhogy azzal elégedett vagyok, 2 darab 14. és 1 darab 11. hely. A mi úszásban azért szerintem nem egy rossz teljesítmény, hiszen ott azért van, hogy ha 40-en elindulnak, főleg az én számaimban, úgyhogy, és hát a világon a 11. legjobbnak lenni nem a legrosszabb élmény, és nyilván többre számítottam, és az, hogy döntő, az volt a cél, de úgy érzem, hogy még nem tartok ott a többiek, de még van bennem bőven, és a következő olimpián akár már az éremért is mehetünk, nem csak a döntőért. Nyilván itt az volt a cél, hogy kvalifikáljam magamat az olimpiára, és egy úgymond kicsit kiússzam magamat, amennyire csak tudom, és akkor utána az élményeket azt átéljem, és a következő olimpián viszont már úgy ússzak, hogy az már megvan a tapasztalat, már megvan az a feeling, amit meg kell érezni az olimpián, az elsőmön, úgyhogy elégedett vagyok, és ez egy nagy dolog volt számomra. Az étel az annyira nem a legmegfelelőbb volt. Nyilván tömegre főztek, úgyhogy érthető volt, de azért ott voltak gondok, sok úszónál is, illetve nekem a legfurább az, hogy olyan emberekkel találkoztam a faluban, akikre felnézek így, tehát futók, teniszezők, és ilyen világhírű nevekkel, és hihetetlen volt az, hogy végül is egy helységben, egy névjelzőt kaptunk, az, hogy olimpikonok vagyunk. És ez nekem egy kicsit olyan szürreális élmény volt, de nagyon élveztem. Ugye nekem 1500 gyors volt egyelőre a főszámom, és azon 11. helyezettet értem el. A másik kettőn, tehát a 400-800-on 14. mind a kettő. Ami igazából meglepett, hiszen azokon a számokon annyira nem voltam az élmezőnyben, és sikerült több mint 10 helyezést ledobnom mind a kettőben. Úgyhogy végül is olyanokat sikerült megelőznöm a végén már 1500-on, mint az olimpiai bajnok, vagy világbajnok Webrock, vagy akár Románcsuk, akik ezek elég nagy nevek az úszásban és ebben a kategóriában is, úgyhogy ezért örülök, hogy sikerült pár olyan nevet magam mögé szorítanom, akik végül is világsztárok. Próbálok már most fókuszálni, elkezdeni ezt a 4 éves felkészülést, hogy a lehető legjobb formámat tudjam nyújtani Los Angelesben. Az már látszott, hogy 1500 méteren, hogy nem hiába mentél Párizsba, ami utána bizonyítottál a hosszú távúszáson, és hogy érezted magad az olimpián? Jól éreztem magam, tényleg nagyon jó verseny volt, nagyon jó volt a hangulat. A medencében tényleg már itthon néztem, hogy az első nap reggelén kint volt 13 000 ember, szinte telt ház volt, szóval tudtam, hogy nagyon jó hangulat lesz. Bíztam benne, hogy jó formában leszek, és tényleg jól fog menni a könnyítés. És én mikor megérkeztem, emlékszem, hogy délután úsztam először a medencében, és tök üres volt az egész, mikor bementem, és mire kijöttem, egy órát úsztam, kint volt 10 000 ember, és nem értettem, hogy mi történik tényleg. Felszületlen élmény volt, és nagyon örülök, hogy úsztam medencében is, és ezt átélhettem egy döntőben. Azt mondtad, hogy az 1500 méter az csak egy ilyen bemelegítés számodra, ennek ellenére azért sikerült egy fantasztikus 4. helyet elérni. Mi lett volna, hogyha komolyan veszed azt a számot? Nyilván komolyan vetted, csak azért... Hát ez ilyen necces volt, hogy tényleg 20 évesen még azért nem akartunk ugyanúgy, hogy mindent is akarok, hanem tényleg ez az arra volt, hogy úgymond elveszítsem az olimpiai szüzességemet először úszni, hogyha tényleg azt szoktak először bakizni, szóval mondom, hogyha ott bakizok egyet, az még nem akkora baj, és nyílt vízre meg tudok nyugodni és nyugodt fejjel odaállni, de örülök, hogy tényleg már reggel inkább pozitívként éltem meg ezt a nagy bugit és ezt a nagy tömeget. És tudtam egy jó időt úszni, akkor az volt a nagy szám, hogy bejutottam a döntőbe, de én tudtam, hogy azért nem csak a 7.-8. helyre kell menni, hanem tényleg előrébb. És jó volt az, hogy az már egy biztonságot adott, hogy van egy 4. helyem, van egy nagyon jó időm, van egy országos csúcsom, és tudtam, hogy a nyílt vízen is jó leszek. Nyílt víz volt természetesen a fő számod, hogyan vágtál bele? Hát nehéz volt, mert egészen szerintem csütörtökig nem tudtuk, hogy most úszunk benne, nem úszunk benne. Jó volt a vízminőség, de azért nem a tökéletes, stb. Meg én nekem azért nagy tényező az, hogy mennyire hideg a víz. Tehát hogyha az ilyen 20-21-2 fokos, akkor még van, hogy fázom benne. És nem az, hogy jaj, hideg víz, de rossz, hanem a testem egy ilyen 1 óra után neki kell zsibbadni a tenyerem, stb. Tehát nem tudok teljesíteni úgy, hogy szeretnék. De szerencsére minden klapolt, annyi persze, picit hullámzott a víz, meg vitt a víz, stb. De minden alkalmas volt arra, hogy megcsinálom ezt a top 3-at. Az elég sok mindent mondtak a Szajna vízével kapcsolatban, nem a legegészségesebb, de ezt hogyan érezted test közelből? Fura volt, mert amikor benúztunk, akkor tényleg láttam a mellettem, mögöttem, előttem úszott, szóval tisztának tűnt, de persze nem láttuk, hogy a kis részecskékben mi van, és én meg a barátnőm Betty ezt meg is hínlettük, mert tényleg egy jó hányás hasmenésen átmentünk, egy 2-3 napon keresztül, de úgy gondolom, hogy megérte azért. Ennyi
de több is veszett Mohácsnál, szóval tényleg 100%-ban megérte. Mennyire vagy szomorú, erősen idézőjelből 16 másodperccel lemaradtál az aranyról? Nem vagyok szomorú egyáltalán. Az utolsó egyenesen, amikor elkezdtük, akkor láttam, hogy nem tudok bevágni az olasz meg a német közül, hogy mehessek az aranyért. Szóval ott valahol furcsa ezt kimondani, de el kellett engedni az aranyat, az aranyezüstérmet. Pont azért kellett ezt elengedni, hogy meglegyen a dobogó, mert ha nagyon-nagyon erőködtem volna, lehet, hogy az olasz fölviszem a Kristóf nyakára, meg a Klemet nyakára, viszont akkor valószínűleg én úgy elfáradok, hogy a végén nem biztos, hogy tudok hajrázni az aranyért. Így meg föl kell azt fognom, és ennek remélem, hogy most már tudok úgy érettebben versenyezni. Felmértem azt a szituációt, hogy itt az aranyezüst az nem, viszont a harmadik helyen lehet egy jót csatázni, és ezt sikerült is elhoznom. Azért az utolsó pár száz, pár tíz méter elég keménynek tűnt, ott a csapka is lekerült már rólatok, és test-test elleni harc ment a víz alatt. Ez teljesen normális ebben a szituációban? Normális, de tényleg az a durva, hogy ezt így kimondva, hogy a férfiak még mindig sokkal szelidebbek, mint a nők, szóval mi azért annyival megúsztuk, hogy egy-kétszer összecsapunk, meg leverjük egymás kezét, de tényleg az nem olyan vérremenő, mint a nőknél. Jó verseny volt, főleg az utolsó 100 méter, ott tanultunk a lányok hibáiból úgymond, vagy a lányok tapasztalataiból, és tényleg tudtam, hogy amikor már látjuk a panelt, azaz ez nem nincs annyira közel, mert vissza a víz, nagyon vissza, és amikor láttam, hogy az Acerenzak elindítja a hajráját, tudtam, hogy még nagyon messze vagyunk, és amikor láttam, hogy egy pillanatra megtorpan a lába, akkor kivágtam balra, és el tudtam menni. Milyen érzés volt a dobogón állni Kristóf mellett? Hát nagyon felejthetetlen. Tényleg az, hogy szólt a himnusz, még ha nem is 100%-ban nekem, de valamilyen szinten nekem is. Nagyon jó érzés volt. Meg azt tényleg, hogy mögöttünk ott volt a család, mindenki szól. Ez egy olyan élmény, ami végig fogja kísérni a pályafutásomat. Mire számíthatunk tőled Los Angeles-ben, most már azért arra kacsintunk? Hát igen, nem titkon két éremért megyek, de szeretnék most a medencébe is fölérni a dobogóra. Most ezt már így bátran kimondom, hogy készülni fogok rá, és szeretnék ott lenni. És egy nyílt üzenet, szeretném követni Kristófot, és tényleg ez, hogy két olimpia, egymás követ olimpián dobogóra állni. Tehát fel van adva a lecke, de szeretnék ezeknek, szeretném megmutatni, hogy én is tudok ilyet, és szeretnék két érmet egy olimpián. Rasovszky Kristóf olimpiai bajnok, mennyire sikerült ezt már megízlelni, ezt a mondatot? Hát nehéz, de napról napra egyre jobban, azt gondolom, de még biztos, hogy lesz ez ennél sokkal jobban is, és megízlelve, meg feldolgozza, meg átélve, de nyilván örülök neki, és napról napra egyre jobban. Én azt gondolom, hogy a Tokió olimpia óta eltelt 3 év nagyon jól sikerült összességében, tehát az elmúlt, ha csak az elmúlt 2 évet nézem, akkor világbajnoki ezüst, világbajnoki arany, most az olimpiai arany, úgyhogy soha rosszabbat, azt kell mondjam. Jó esett a Szajnában való úszás, jó volt, hogy ott úsztunk, én nagyon örültem neki, hogy ott rendezik végül a versenyt, tudtam, hogy feküdni fog nekem a pálya, és úgy álltam neki, hogy gyakorlatilag mindenre föl vagyok készülve, úszunk minél többet elől, minél jobban húzzuk a mezőnyt, és annál jobb lesz, minél kevesebben maradunk a végére. Úgyhogy nagyon örülök, hogy tudtam olyan iramot úszni, hogy gyakorlatilag a végére szinte mindenki elfáradt, és nem bírta az iramot. Hát gyakorlatilag rajtcél győzelmet arattál, ez gyakori 10 kilométeren? Volt már rá példa, Tokióban gyakorlatilag a Florian ugyanígy nyert előttem, sőt Fukuokában a világbajnokságon is, úgyhogy nem egyedi példa, egyre többször fordul elő. Biztos, hogy kell hozzá nagyon nagy felkészültség. Milyen érzés a dobogó legfelső fokán állni? Nagyon jó, nyilván nagyon jó. Főleg egy olimpián, meg pláne. Főleg úgy, hogy ennyi magyar van kint a szurkolók között, és halljuk a magyar szurkolók hangját, látjuk a rengeteg zászlót, úgyhogy ez nyilván rendkívüli élmény így. Nagyon erős felkészülés kaptatok a Dunán, hogy milyen verseny vár rátok. Ez volt igazából a győzelemnek a kulcsa? Én azt gondolom, hogy az egyik legfontosabb lépés ez volt a jó eredményünk felé, hogy pontosan tudtuk azt, hogy mire számíthatunk a Szajnán, mi az, ami vár ránk, és fel voltunk készülve mindenre. Nem tudott igazániból meglepetés érni minket, hiszen minden körülményre, minden apró változásra fel voltunk készülve. Mennyire adott bátorságot, ha nem egyedül álltál a dobogon? Nyilván nagyon jól esett, ugye a Dáviddal ezt most már egy jó 3 éve kergetjük folyamatosan évről évre, hogy legalább egy versenyen sikerüljön, és az, hogy most az olimpián jött ez össze, ráadásul tényleg
olimpiai versenyen első háromban lenni, úgyhogy mindketten ott vagyunk, ez a legnagyobb eredmény, azt gondolom. Többen mondták már neked, hogy a pályafutásod csúcsán vagy, de ezt hangsúlyozhat, hogy nem szeretnéd itt abba hagyni, azért van még benned bőven. Mik a terveid a következő időszakra, illetve esetleg a következő olimpiára? Nehéz megmondani, hogy meddig tart még ez a pályafutás, nem is akarok igazániból ezzel foglalkozni, majd az idő eldönti, hogy meddig és miként. Azt gondolom, hogy van még bennem, most nem is érzem azt, hogy abba kellene hagyni. Úgyhogy mindenképp nekiállok a következő ciklusnak, és a lehető legtöbbet megpróbálom ezekből a következő előttem álló nagy versenyekből is kihozni. És aztán, amikor úgy érzem, hogy itt az ideje, hogy abba hagyjam, akkor pedig azt gondolom, hogy nyugodt szívvel mondhatom majd azt, hogy itt a vége, hiszen tulajdonképpen már most sikerült mindent elérni, úgyhogy tényleg bármikor jön és el a vége, nem leszek csalódott a pályafutásom miatt egyáltalán.